ezt, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy igenis bárki, aki komoly eredményt ér el, és ezáltal bármilyen méretű rivalda fénybe kerül, az nagyon-nagyon komoly felelősséggel tartozik, hogy, hogy, mit csinál és mit mond. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Uh, mire vagy a legbüszkébb? Hú, ez egy nehéz kérdés így elsőre. Mm. Nagyon büszke vagyok az eredményeimre, a sport eredményeimre. Azt gondolom, hogy ez, ez tényleg az utókor számára is egy, egy jó példa lehet. Inkább az útra vagyok büszke talán, mint az eredményre, az tényleg már csak, habatortán volt. De leginkább arra vagyok büszke szerintem, hogy, hogy mindazt, amit elértem, és azt az ismertséget, amit meg tudtam szerezni az által, a sport által, azt szeretném visszaforgatni, és szeretném megmutatni az utat, hogy szeretnék mutatni valami pozitívumot a, az utánam jövőknek. Mert nekem is nekem is szerencsém volt, hogy volt, aki mutatta az utat. Volt egy, illetve van is egy remek edzőm, bár most már nem edző tanítvány viszonyban vagyunk, hanem, hanem sokkal mélyebb baráti, már már ilyen második apai kapcsolatban, aki, aki nyolc éves korom óta mentorált, és, és tényleg a tanulásban, természetesen a sportban, a magánéletben is tudott, tudott mutatni, és és minden, amit mondott igazából beigazolódott, hogy, hogy, jó volt, és, és jót is akart persze. Úgyhogy valami ilyesmit szeretnék én is, és nyilván nem tudok odaállni, odaülni mindenki mellé, és személyesen, személyesen nem a gondolataimat. De igenis érzékeny vagyok arra, és nagyon odafigyelek arra, hogy, hogy mit csinálok. Mert azt gondolom, hogy bárki, aki egy kis ismertséget is szerez magának, bármi által, az igenis felelősséget tartozik Azért, amit mond, azért, amit csinál. És nyilván akkor a legjobb, hogyha amit mond és amit csinál, az az mondjuk még összhangban is van a személyiségével, és és hiteles a, a személyiség. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon örülök, hogy erre érzékeny vagyok, és nagyon örülök, hogy van lehetőségem arra, hogy megmutassam magam, megmutassak valamit, ami nekem is nagyon sokat segített 32 év alatt. Úgyhogy, úgyhogy valami ilyesmi az, amire a legbüszkébb vagyok. Mit mondasz egy, um, egy kis koronák, aki azt mondja, wow, én is ezen az úton akarok elindulni. Mi az a három tanács, amit megadnál neki? Hogy hát ez most nagyon egyszerűen hangozhat, de tehát a, a az ellenmondás nem tűrő kemény munka a céljainkért. Tehát célmeghatározás és, és, azért konzisztensen tenni, még akkor is, és rengeteg ilyen pillanat lesz alkalom, amikor, amikor nagyon nem fog az embernek, nem lesz kedve ahhoz, hogy ugyan menjen oda 63 ezer egyére, és ugyanazokat a mozdulatsorokat csinálja meg, vagy lapozza fel a könyvet, most teljesen minden, beszélünk, vagy vegye elő a festővásznat. Tehát a konzisztens munka, a céltudatosság, és hogy mindig, mindig legyen nyitott az újra, tehát tanuljon, mert, mert ez nagyon fontos. Tehát én is, ahogy így visszanézek, mondjuk, ha a sportkarriemről van szó, akkor az utolsó években is folyamatosan alkalmazkodnom kellett, és új dolgokat kellett tanulni. Milyen nehézségek elé néz valaki, aki ezt a sportot, és egy picit beszél a sportról, kérlek, ezt választja? Hát főleg, ha egy olyan sportágat választ, ami nem olimpiai sportág, az mondjuk Magyarországon, hát a hátránynak semmiképpen nem mondanám, de az biztos, hogy, hogy, nehezebb akadályok lesznek, amiket meg kell, meg kell másznia. Például? Hát például, amikor jönnek az eredmények folyamatosan, és ez már egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha eredményes fiatal sportolókról beszélünk, de látni azt tínédzserként, hogy mondjuk egy hasonló kaliberű sportoló eredményességben másik sportágban, ami olimpiai sportág jóval népszerűbb és többet is szerepel a médiában, teljesen más feltételeket kap. Pusztán azáltal, mert hogy ismertebb a, a sportág. És én az égvilágon semmit nem vennék el egyik sportágtól sem, mert szerintem mindegyik azon a helyen van, majdnem mindegyik, ami, amit megérdemel, és nyilván jók van arra, hogy miért kerül egy sportág oda, miért beszélünk úgy az olimpiáról, az olimpiai eszméről, hogy, hogy az a legmagasabb forma gyakorlatilag a sportnak, ez így valahol rendjén van, de azt hiszem, hogy lehetne ezt kicsit közelíteni, mert, mert semmivel sem rosszabb sportoló egy nem olimpikon, mint egy olimpikon, mások a feltételek, más lehetőségeket kap, nyilván ezáltal komolyabban is tud teljesíteni, és mondjuk az egész életét rá tudja tenni, tehát mondjuk főállásban tudja azt csinálni, míg a másik oldalon azért, azért vannak nehézségek, de, de azért ott is van bőven kitörési lehetőség. Mennyiben kell fej vagy szívembernek lenni ebben a sportánkban? Én azt gondolom, hogy mindkettő nagyon fontos, és azt hiszem, ahogy rám nézel, talán ez be is igazolódik neked is. Én egy végtelenül, hát nem végtelenül, de nagyon-nagyon racionális ember vagyok. Tehát tényleg célmeghatározás, lépések, lépésről lépésre, konzisztens munka, ugyanakkor meg annyira mélyen, mélyérzésű ember is vagyok emellett, hogy, hogy enélkül nem ment volna. Tehát nekem olyan óriási törések voltak például a, a, a vereségek mondjuk a, a karrierem során. Tehát én sokkal jobban emlékszem azokra a mérkőzésekre, amiken kikaptam. Szerencsére ebből kevesebb volt, de majd hogy nem mások percre pontosan visszatudom idézni a legtöbbet, és ebből rengeteg-rengeteg sokat tanultam, de úgy éltem meg, mintha visszatudott volna abban a pillanatban a világ. Természetesen visszanézve teljesen nem erről volt szó, viszont az a, az a felfogás, az a lelkület, ahogy én ezt átéltem, az igenis segített, hogy, hogy tovább haladjak az úton. Mennyire fontos, hogy a sporteszközöd közel álljon a szívedhez? Sporteszköz? Igen. Yeah. Mm. Nem fontos szerintem az eszköz, tehát ilyen nem mm -hmm. kell ehhez materialistának lenni, tehát én imádtam egyébként, hogy nálunk védőfelszerelések vannak, ugye kesztyű, lábfelvédő is van, tehát hogy én ezeket nagy becsben tartottam, meg volt a sorrende, hogy ezeket fel kellett venni, de, de igyekeztem nem babonásnak lenni, és nem csiszolgatni meg, fényes, fényesíteni minden este, bár azért voltak szélsőségek, amikor tényleg úgy pakoltam be a táskába milliméterre pontosan egy nap előtt, hogy tényleg annak meg volt a rendje és módja. Volt valami rituáléd, van-e ma valamilyen rituáléd, amit konzisztenciával folytatsz, vagy nincs? Nem voltak ilyen rituáléim, egy-két ilyen apróság volt, hogy mondjuk a pallábamra húzom fel először a tehát meg volt a védőfelszerelések felvételének a sorrendje, de abból sem, tehát volt olyan, hogy még nem úgy történt, és akkor nem estem kétségbe, tehát igyekeztem mindig is kontrollálni ezeket a dolgokat, nem szerettem volna, hogyha ilyenen megcsúszok, tehát mentálisan nem, nem engedhettem zavart ilyen, ilyen miatt. De például, hogyha hogy egy világverseny nézünk, ami mondjuk azért ilyen 5-7 napig szokott tartani legalább, hogyha például a versenynap, amikor megkezdtem a küzdelmet a, a, reggelinél, volt egy menüsorom, és aznap nyertem is, és ugye tovább tudtam küzdeni, akkor másnap reggel is ugyanaz kellett meg ennek. <laughs> Tehát új voltam, hogy akkor már csak azért is ugyanaz, és akkor ez legyen meg. Hát ilyen apróságok voltak. Mennyire megy át ez az elvűséged, ez a sport elvűséged a párkapcsolatodban? Hát a párkapcsolatomban szerintem nehéz analógiát vonni a párkapcsolatban. Nálam azért egy külön kis fejezet ez, mert ugye van a sport, ami a mai napig az első számú tevékenység, csak most már egy kicsit más, hogy sportdiplomáciában tevékenykedem inkább, van ugye saját uh, vállalkozásom, saját foglalkozásom, de a párkapcsolat nekem azért, azért más is. És ez egy olyan terület, ami hát ahol rengeteget tanulok nap, mint nap. Ugye a versenysportoló éveim alatt a sport volt az első. És uh, hát ezt megsínlettem mondjuk a párkapcsolatom, és nem tudtam kialakítani olyan részben értető okokból, nem tudtam kialakítani olyan kapcsolatokat, ami, amik hosszú távúak voltak, sok versenyzés, tényleg minden, minden este is edzés volt, hétvégente versenyezni mentem, tehát hogy az együttlét is nehéz volt, tényleg sokat külföldön tartózkodtam. Ha esetleg nem sportból került ki az akkori párom, akkor nehéz volt azért átélnie, megértenie az én gondolataimat, az én életutamat. Úgyhogy ebből adódóan én nagyon most vagyok olyan kapcsolatban, amit tényleg igazán komoly kapcsolatnak lehet nevezni, és és hát ez egy olyan terület nekem, ami, amit nem tudtam, amire nem tudtam felkészülni 8 éves koromtól, mint a sportra, hanem mai napig ilyenek meglepetések, és valószínűleg fognak is, de, de inkább jó értelemben azért. Adsz egy példát egy ilyen meglepetésből? Hát talán az nem akkor nagy titok, hogy azért ugye férfiak és a nőknek a, az álláspontja, a szemlélete az, azért sok esetben szokott különbözni, de most leginkább ilyenekből adódnak a a leckék, amiket kapok. Én nagyon racionális vagyok, ahogy említettem. Még egy, egy a páromnak a felfogása, hát aztán ha hom, homlok egyenes, más. Ő ugye sokkal inkább érzelmi alapon gondolkodik, és én is tudok, és azt hiszem, mélyérzésű érz, ember is vagyok, de, de sok helyzetet nagyon racionálisan próbálok megoldani, és akkor ebből aztán tényleg van mit tanulni. Amikor így tanulsz, tudatában vagy annak, hogy ez most egy ilyen folyamat, amelyben tanulok, vagy utólag vonod le a leckéket? Van, amikor igen, van, amikor viszont belőlem is inkább az elő, érzelmek törnek elő, és nehéz belátni, hogy akkor mondjuk valóban inkább kapitulálnom kéne, és elszámolni 15-ig de azért viszonylag hamar rájövök, hogy, hogy mit rontottam el. Szerinted van rá mód, és ha igen, akkor mi, mi, lenne az, hogy a sportolókat föl lehessen készíteni um, időben, ugyanúgy, mint sportból, ugye a kommunikáció, a mindennapi kommunikáció, a párkapcsolatban való részvétel és kommunikáció. Tehát, hogy van erre mód? Hogy látod? Hát... Azért, mert erre nincs még példa, attól még nem, nem jelenti azt, hogy nem, nincs mód. Szerintem lehetne mód, de azért, tehát ha visszagondolok ha az aktív versenyző éveimre, hát akkor tényleg minden egyes percet arra használtam ki, hogy optimalizáljam a teljesítményemet napról napra, tényleg, tehát minden egyes edzésről edzésre, és, és találni olyan szakembert, aki tisztában van a, a sport, Vonatkozással is, vonatkozással És akkor ezt még egy olyan edző vagy menedzserrel levezényelni, aki pártolja is ezt a témát, és, és látja is ahhoz a hozadékát, már pedig lehet, az azért ahhoz kell egy együttállás, és, és leginkább egy szokásmód, egy, egy szokása kellene, hogy váljon, de azt gondolom, hogy a, aki ezt ma végezné, vagy végzi, az mindenképpen úttörő lenne a, a mai sport életben. Szerinted hogy nézne ki ez ideálisan? Tehát, hogy hogy férne bele, ugye a diplomáciában is jártas vagy. És akkor kezdjük itt. Hogy férne bele, hogy, mint oktatás, vagy, mint példa, vagy, hogy, hogy egy kicsit a sportolóknak, nem azt mondom, hogy lazítani, de, de mindenféleképpen megmutatni, vagy bevinni az életükbe, mindennapi életükbe ezt a fajta emocionális ö, új színpalettát, hogy attól, hogy ő profi sportoló, még lehet párkapcsolatban, attól, hogy profi sportoló, még szerethet, nem kell ennyire racionálisnak lenni, nem kell annyira mindent ö, maximálisan ö, értékelni. Nyilván a sportban igen, hisz másképp hogyan, hogyan nyerj, de hogy van egy másik oldala az életnek. Hogyan lehetne ezt? Hát azért nem mindenki annyira racionális szerintem, mint én. Lehet, hogy én ebből a szempontból egy szélsőséges példa vagyok, de úgy általában azért inkább racionálisnak mondhatom a Én is ezt minden. tapasztalom, hogy inkább, inkább racionálisak vagytok. Nyilván kell is hozzá, tehát, hogy nincs ez semmi baj. Egyszerűen azért hosszú ideig a párkapcsolat nagyon nincs is terítéken. Tehát én 8 éves koromban kezdtem el sportolni, hát a kickboxot 8 éves koromban kezdtem el, 9 éves koromban már versenyző voltam, és gyakorlatilag, amíg nem lettem tínédzser, azért addig, addig, szinte eszembe sem jutott, hogy, hogy akkor én most majd a párkapcsolatomon kezdjek el dolgozni. Aztán, amikor, amikor tínédzser lettem, akkor aztán tényleg értek a kísértések. Ugyanakkor, tehát én 8 éves koromban meghatároztam a céljemet, miket szeretnék elérni. És egyszerűen el sem telten torítani attól, sem a szociális közeg az iskolában, baráti társaság sem, akik ugye nem voltak aktív sportolók, sem tudtak eltántorítani. eltántorítani kell, hát, hogy eltántorítson? Tehát, hogy nem fér sehogy hogy se de másképp? Beleférhet, de minden idő, ami, amit nem arra fektetünk, hogy szépen haladjunk, az, az, az elvehet egy kicsit. Ugyanakkor lehet, hogy nem kell mindenkinek 16 évesen világcsúcs közé és most nem az én sportai, beszélek, meg nem is magamról, világcsúcs közé eredményeket ö, hoznia, hanem hát igen, manapság azért kár, hogy nem, tehát hogy bele kellene, hogy férjen, de. Ugye? Tehát, hogy igen. Már még nem biztos, hogy elvesz, lehet, hogy ad valamit. Biztos, hogy ad, de megtalálni azt az arany középutat, uh -huh az egyelőre egy terület, amit én nem, nem, is tudok átlátni. Tehát tényleg annyira Azért kérdezlek, mert az ugye a... tanítasz, meg, 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 próbálod átadni a, 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 tapasztalataidat. És hogyha, hogyha benned elindul egy ilyen, akkor lehet, hogy, hogy ezt valahogy képviselni is tudod, ki tudja. És azt hiszem, ebben a, a helyzetben is a, az edző szerepe az, aki, akinek a szerepe felértékelődik tehát hogy ő az az ember, akivel a sporttól legtöbbet érintkezik, nyilván a csapattársaink kívül, de ők még nem rendelkeznek olyan bölcsességgel általában, amit át tudnának adni egymásnak. Tehát, hogy ebből a szempontból is az edző szerepe az, ami, ami nagyon fontos. Hát és, és nekem ezért szerencsém volt. Tehát tényleg Király István személyében, aki ma már a jó barátom, és egyébként az Európai Kickbox az elnöke, ő sokkal több volt, mint egy edző. És valahol azt gondolom, hogy ez, ez kell, hogy normális legyen. A, és azért szerintem szóval sok helyen fel is bukkan ez. Tehát az edző szerepkört azért átlépi a, a az a személy, aki tanítja a növendékeket edzésen kívül, nem is nem edzésről beszélek. Úgyhogy, ha ő nyitott rá, ha ő érzékeny ezen a területen, akkor szerintem azért van keresgélni valós, akkor ott már be lehet vonni olyan szakembert, aki sokkal gördülékenyebbé tudja tenni. Tehát azt gondolom, hogy edzőknek lehet kulcsszerepe ebben. Azt mondod, hogy jó előre megtervezel mindent. H hogy fest a következő négy-öt éved? Most egy kicsit azért szerintem mindenkinek az újra tervezi szakaszában van. Igen. Tehát ez a 2020-as év ezzel ez, ez egy olyan, érdekes év. Igen, ugye kezdtem két hónapot dominikán, mesterséges karanténban, ha így lehet nevezni, ugye a műsorban, ami egy nagyon-nagyon új helyzet volt, és nagyon új érzéseket is hozott elő belőlem, nagyon sok minden megerőlt, tehát egy nagyon erőteljes élmény volt. Aztán hazajöttem, ugye azt már mindenki tapasztalta, és akkor itt tényleg a, a, ez a magánéletre is kihatással van valamelyest a privát életem, a munka kapcsolatos dolgokra is a sportra meg aztán abszolút, de hogyha négy-öt évet vetítek előre, akkor igazából a vírus helyzet sem, sem fog változtatni. Tehát a sportot szeretném továbbra is, hogy az első számú legyen a, az életemben, hogyha a munkáról beszélünk. És akkor emellett a, a családalapítás témája viszont már azért az asztalon van. úgyhogy, úgyhogy számomra ez nagyon fontos. Úgyhogy ilyen sportosan, utazósan, de már családosan gondolom ezt a következő négy évet. Mit fognak sportolni a gyerekeid? Feltéve, hogy több lesz egynél. Remélhetőleg azt fogják sportolni, amit, amit élveznek. Tehát, hogy én nem ragaszkodom ahhoz, hogy küzdősport, akik boxszal foglalkozzanak, hogyha úszni szeretnének, ha futni, ha jéghokézni, igazából teljesen mindegy. Egy, az a fontos, hogy, hogy egy jó szakember foglalkozzon velük, mint pedagógailag, mint szakmailag, jó közösségbe legyen és szeres azt. És hogyha nem lesz versenyző, az se probléma. Sőt, hogyha inkább énekelni szeretne menni, azt gondolom, hogy ez sem, az sem, probléma. Tehát, hogy szélesítse a, 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 tudását, vagy sporttal, vagy a művészettel, vagy mindkettővel, hogyha belefér. Van-e az életedben bármi, ami a spiritualitáshoz kötődik? Imádkozol-e vallásos vagy vagy? Nem igazán. Nem mondanám magamat vallásos embernek. Úgy érzem, hogy van valami felsőbbrendű, de én nem személyesítem meg ezt a felsőbbrendűt. És, mint mondtam, inkább racionális vagyok, mint spirituálisabb. Ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem gondolkozom el. Néha abban, hogy hogy, hogy is, hogy is lehet vallásosnak lenni, miért válik valaki vallásos, melyik vallást választja. Van sok ismerősöm, sok barátom, akik ahogy idősebbek lesznek, egyre inkább a spirituális vonalon mozognak. Úgyhogy ez egy ismeretlen terület számomra, de nem zárkózom el tőle. Eddig kevésbé jött velem szembe. Van-e ma Magyarországon olyan te tehetség, aki a nyomdokaidba léphet? Van, igen. Úgyhogy szeren... Jól állunk ebből a szempontból? Igen, jól állunk. Jól állunk. Tehát az utánpótlás műhelyek nagyon, nagyon, nagyon szépen dolgoznak, szerencsére nem is egy helyre koncentrálva. Van, vannak vidéki egyesületek is, jó. Ahol, ahol, ahol megfelelő szakmai munka folyik. Nagyon jó. Úgyhogy... Az biztos, hogy nem könnyű utánunk, tehát a mi generációnk az egy úgynevezett aranygeneráció generáció volt, tehát úgy nőttünk fel, hogy ez óriási szerencsém volt. Mi miatt ugye Tatamin küzdünk, és egy Tatamin, öt világbajnok küzdött minden egyes nap. Tehát ez olyan előny volt nekünk, tehát mi minden egyes nap leberekedtük egymással a mondjuk a világbajnoki top három szinten és akkor így tudtunk fenntartani egy nagyon magas szintet, és mindig egy-két lépéssel az ellenfelek lenni. És ez alatt ugye sajnos a feltörekvő fiatalokat is vissza kellett szorítani, ugye nyernünk kellett, és, és egy jó 10-15 évig ott is voltunk fent a csúcson, úgyhogy azért alattunk, azért most egy hosszabb ideig tartó építkezés fog zajlani, de van egyébként már a felnőtt mezőnyben is olyan fiatal, aki aki nagyon-nagyon jó úton halad, és nagyon komoly szintet képvisel, úgyhogy ebből a szempontból jól áll a sportág. Nekem az volt az elképzelésem, hogy a közös sportoknál kell, hogy legyen egy alapdű. Valami miatt ezt így gondoltam sokáig, most már nem. Kell, hogy legyen egy alapdű, amivel oda bemész, és akkor azt mondod, hogy most, most a legjobbat hozom ki magamból? Nem jobban, mint egy tornásznál. Tehát azt gondolom, hogy ez a versenyszellem ez a győzni akarás, az igenis kell. hogy, hogy igen, tehát, hogy ha nem szeretne valaki győzni, és nem harcol érte, és nem is kell küzdősportnak lennie, akkor ez, ez, ez egy ilyen plusz szerintem, és ez kell minden sportágban. Mit jelent világelsőnek lenni? M milyen gondolatok vagy érzések vannak ott? Tehát ilyenkor azt mondod megcsináltad, vagy, vagy ennél komplexebb? Hát, ú, jóval komplexebb. Nekem nagyon nehéz volt megszereznem, vagy hát gondolom általában nagyon nehéz megszerezni az első világbajnoki címet. És az egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy mikor szerzi meg az ember, milyen áldozatok árán, hogyan. És igazából, ha vissza visszagondolok, az tényleg csak egy apró kis lépés volt onnan, hogy az embert úgy tényleg ismerik, elismerik az adott sportákban, Na, onnantól kezdve szeretném mindenki legyőzni őt. És én tíz évig tudtam védni a világbajnoki címemet, ami nagyon-nagyon hosszú idő volt, de, de ez nagyon-nagyon ez nehéz volt. Tehát hogy azért ez egy nagy feszül, ez egy komoly feszültség, egy mindennapos feszültség nálam így csapódott le. Embert próbáló, ember próbáló, mi megnyerni egy világbajnoki címet. És ugyanakkor ez egy óriási felelősség, tényleg a legtöbb szem arra a szemére szegeződik, aki, aki ott van a csúcson, minden mozdulatát figyelik, legyen az magánélet, legyen az ugye a sport. Úgyhogy óriási felelősség. És ezt, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy igenis bárki, aki komoly eredményt ér el, és ezáltal bármilyen méretű rivalda fénybe kerül, az nagyon-nagyon komoly felelősséggel tartozik, hogy, hogy mit csinál, és mit mond. Hogy tudsz lazítani? Tudsz lazítani? Hát ez egy komoly kihívás <laughs> számomra. Gondoltam. Tudok egyébként, és kell is, és egyre inkább azt láttam, ahogy, ahogy közeledett a pályafutásomnak a vége, hogy, hogy igenis kell, mert nem lehet befeszülni. Nem voltam az a befeszülős, de nem lehet. Tehát én nagyon koncentrálós vagyok inkább. De onnant, attól a pillanattól kezdve, hogy felkelek, amíg lefekszem, sőt, még Sokszor ez még az alvási problémákhoz is vezetett. Nem kell semmi komolyra gondolni, de, nem, nem, nem. de tényleg ezzel kell, ezzel fekszik az ember, és én nagyon ritkán tudom kikapcsolni ezt. És hiába van vége mondjuk a sportpályafutásomnak, én azért ezt a szellemiséget, amit képviseltem a sportban, azt a hát nem is a magánéletbe, hanem a, a civil életembe. És ott is aztán nagyon fontos, hogy, hogy ki tudjon kapcsolni az ember, mert különben egy idő után nem tudom, mint hogyha egy ilyen nagy gyárat néznénk, ott egy ilyen erőművet, akkor annak is kell egy kicsit pihennie, különben túlhevül, és, és nem tud úgy teljesíteni. És ez kihatása lehet a, a magánéletre is, úgyhogy ezt is észrevettem magamon, úgyhogy, úgyhogy ez egy komoly feladat nekem, hogy megfelelő minőségű, és mennyiségű legyen az a kikapcsolódás. Van olyan feladat, amit nehéznek tekintesz a sportdiplomáciában? Hát nagyon könnyű nincs. <laughs> nehéz. Nehéz érdeket érvényesíteni, nehéz képviselni a, a világ kickboxosait. ez is óriási felelősség, de de azt gondolom, hogy ez már egy ilyen ah, hogy mondjam, egy diplomatikusan nem is azt. Ez nekem egy ilyen adrenalin löke, tehát hogy, hogy igenis ez egy, ez egy nyomás, de de hogy így 8 éves korom óta van rajtam egyfajta nyomás, amit uh, igyekszem pozitívan uh, megélni, és pozitív eredményt is kihoz belőle. Úgyhogy uh, a sportdiplomácia területe is nyilván új, tehát hogy uh, 2018 nyarán vonultam vissza, tehát két éve vonultam vissza azóta, űzöm aktívabban. És azért két év bármilyen, bármilyen szakmában azért, azért az elég kevés még. De, de nagyon érdekel, nagyon sokat foglalkozom vele, nagyon sok munkám van ezzel kapcsolatban, vagy a Világszövetség Sportorbizottságának a, az elnöke is én vagyok. Úgyhogy most aztán bőven van feladat. Tehát ugye a sportolók a, a, a az a, a alapegységei. Tehát nincs sportoló és edző, akkor nincs sportág és most azért komoly motivációs mentális problémákkal küzdenek a sportolók, hogy, hogy több mint fél éve most már nincsenek versenyek. Ez így a, ez igen, ez nagy kihívás. Ugye a, a, célorientáció, az a rendszer, amit felépítettek és dolgoztak, akár nagyon fiatal koruk óta, az most teljesen felbarult. Úgyhogy ez egy olyan új helyzet, elé állított minket is. Most kéne megtanulni lazítani. Igen, ugyanakkor meg ott van a másik sportolói felfogás, hogy hogy aki viszont most energiát fektet abba, hogy fejlődjön, az mondjuk, ha oda kerül a sor, hogy újra versenyek lesznek, akkor mondjuk előnnyel indulhat. Tehát, hogy, igen, hogy igen, nehéz megtalálni az egyensúlyt. De ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lazítat, vagy nem lazítatnának a, a sportolók a megfelelő módon. Tehát, hogy sőt, ez kell is. És ha visszagondolok mondjuk az én pályafutásomra, akkor lehet, egy kicsit többet, Ö, lazítok megfelelőbben, akkor lehet, hogy könnyebben tudtam venni, könnyebben tudtam volna venni néhány akadályt. Meg tudod majd tanítani a fiataloknak ezt? A saját leckétből? Nagyon remélem, hogy a ezt a beszélgetést is megnézik. Nagyon remélem, hogy a, a környezetemben élőknek mindenképpen, és ugye a tágabb környezetben pedig remélem, hogy álljuk minél több emberhez, de de azért itt, itt felelőssége van nagyon is az edzőknek, szintén. Igen, csak tudod, most pont ott vagy, ahol tehetsz érte? Hogy... Abszolút. Tehát abban a pozícióban minden mindent megteszünk a bizottsággal. Az egész sportág gyakorlatilag azon dolgozik, hogy tartsa a lelket minden egyes résztvevőjének a, a sportban. Na nem, mintha nem tekintenénk pozitívan előre, de azért, mert tudjuk, hogy ez hamarosan. Minden visszaáll, attól még most egy olyan helyzet van, most ami... krízis helyzet van, igen. Ami nehézségek állít sportoló, edzőt, versenyszervezőt. Minket is egyébként. Ja. Hát innen lesz szép felkálni és uh, nyárni, nem? Igen. Ja. Köszönöm nagyon szépen. Odaérkeztünk, ahol most te kérdezhetsz egyet. Azt a témát nem érintettük, pedig egyébként vártam volna, hogy... Uh, Hogy mit kezdek akár az ismertséggel, ami a műsorból jött, és nem mondjuk abból, hogy világrekordot döntöttem egy adott sportágban. Nagyon érdekes. Uh -huh. És ebből következik a kérdésem, hogy igazából hogy, -hogy meghívtál engem? Miért gondoltad, hogy egy jó beszélgető partner lehetek? Képzeld el, hogy engem ezek a műsorok. Annyira nem érdekelnek, hogy nem tudok róluk, hogy léteznek. Bocsánat mindenkitől. Nem érek rá tévé előtt ülni, és nem érek rá uh, olvasni ezekről. Uh, én igazából megláttalak uh, valamilyen YouTube keresésemben, és a nevedet. És volt egy mondatod ott valamit, de, de nem. Tehát valaki idézett valamit tőled, és azt mondtam, hm, érdekes, nézzük meg. <hül> és akkor kettő darab fényképedet láttam, és a két fényképet, és nem olvastam sokat utána, a két fényképben az egyikben az egyikről az jött le, hogy mennyire tudatos vagy Jézusom, tehát ahogy az egész beállásod, a másik fényképben a két mély barna szemed és a lelked a szemeidben. És azt mondtam, hogy nekem ez ide most kell. <hül> Úgyhogy bocs, ha többre vártál, hogy, hogy most én mm, eszenciát e, láttam benned, eszenciát, amit meg kell osztani másokkal, és remélem, hogy, hogy a fiatal sportolók, mindegy, hogy milyen sportákból, meg fognak nézni téged, és, és meghallgatják a szavaidat, mert szerintem nagyon-nagyon fontos mindaz, amit elmondtál, el, és én ezt értettem, és ezt éreztem igazából fontosnak. Remélem, jól érezted magad. Abszolút. Jó beszélgetés volt. Köszönöm. Köszönöm szépen én is.